Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Apadó városfejlesztési forrás, mindössze 6 milliárdot kap Hódmezővásárhely a következő 7 évre. A Prisma Fooddal szerződött az önkormányzat, napi 4200 adag ételt főznek majd a vásárhelyieknek. A remény fénye, történelmi táncszínházi kalandozás a Duna Művész Együttessel. Amire Vásárhely 6, Szeged 8,5 milliárdot kap, arra Makó 10 milliárdot. Csongrád-Csanád megyében Makónak biztosítja a legnagyobb forrást fenntartható városfejlesztésre a kormány a megyei önkormányzat korábbi javaslata alapján. November elején jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy a 2021 és 27 közötti időszakban egyes megyék és települések különböző feladatokra mennyi uniós és hazai támogatást kaphatnak a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében. A döntés lakosságszám arányosan hátrányosan érinti Hódmezővásárhelyt és Szegedet is. Másodrendű állampolgárok vagyunk. Így kommentálta Szabó János alpolgármester azt a hírt, hogy immár a Magyar Közlönyben is megjelent, mennyi pénzt kap Hódmezővásárhely és Szeged a terület és településfejlesztési operatív program plusz forrásaiból. A kormány más megyékéhez hasonlóan elfogadta a Csongrád-Csanád megyei önkormányzat előzetes integrált területi programját az úgynevezett TOP plusz pénzek felosztásáról. Eszerint Makó kapja a legtöbbet, 10 milliárd forintot. Ennél még a megyeszékhely Szegednek is kevesebb jut, 8,5 milliárd. A 43-44 ezeres lakosságú Hódmezővásárhelynek 6 milliárdot szánnak. Ez alig több, mint a 6000 fős Mórahalomnak megítélt keret. A büntető logikája a Fidesznek, a Fidesz kormányzatnak egyértelmű, tetten érhető, semmilyen szakmai érvel alá nem támaszható módon, normatívát, nyomokban sem tartalmazó leosztást hatalmi arroganciával kiosztva hajtják végre ezt a tervet. Nyilván a magunktól telhető erővel ezzel tiltakozunk, és minden mást megteszünk, hogy egyéb forrásból is a város pénzt szerezzen. Az önkormányzatnak nincsenek likviditási problémái, de nem veti fel őket a pénzt, tette hozzá az alpolgármester, aki egyúttal megjelölte a forrásszerzés irányát is. Nagyon komoly terveink vannak, és már dolgozunk rajta közvetlen brüsszeli támogatásra, amely az Unió és Hódmezővásárhely között közvetlenül történik meg a magyar kormány kiiktatásával, mert sajnos ebben a témában sem lehet megbízni a magyar kormányban. A döntéshozók egyébként más megyei jogú városokkal nem voltak olyan szűkmarkúak, mint a Csongrád megyeiekkel. A Hódmezővásárhellyel nagyjából azonos lélekszámú Nagykanizsa 7,9 milliárdot kap, a kisebb Pápa pedig 10 milliárdot. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének mai ülését János Hidán tartották. Gémesi György a MÖSZ elnöke nehezményezte, hogy noha az önkormányzatok az ország második legnagyobb foglalkoztatói, a kormány mégsem vonja be a településeket az egyeztetésekbe, például a béremelésekkel kapcsolatban sem konzultáltak velük. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, a kormány célja az önkormányzatok rövid pórázra helyezése, nem pedig a munkáltatók megsegítése. Márki-Zay Péter, a MÖSZ elnökségi tagja, Hódmezővásárhely polgármestere arról beszélt, hogy Magyarország lehet az egyetlen a világon, ahol az önkormányzatok támogatások helyett megszorításoknak voltak kitéve a járvány idején. Az ellenzék miniszterelnök jelöltje gyávaságnak nevezte, hogy a kormány áthárította az önkormányzatokra a kötelező oltás kérdését. Évi 40 millió forintos bevételre is számíthat a Hódmezővásárhelyi önkormányzat az új közétkeztetést végző cégtől. A Prisma Food Kft. Képviselőjével 7 évre szóló szerződést írt alá Márki-Zay Péter, aki kiemelte, hogy minden téren előrelépést várnak az új szolgáltatótól, legyen szó az étel minőségéről, vagy akár a főzőkonyhák higiénés körülményeiről. A Prisma cégcsoport szakácsai a Vásárhelyivel együtt 8 településen csaknem naponta 55 ezer embernek főznek majd. Január 1-től egy új cég, a Prisma Food Kft. Főzi a napi 4200 adag ételt a vásárhelyi menzákon. A cég képviselőivel a város hétfőn kötött szerződést, a megállapodás 7 évre szól, de meghosszabbítható. Föl fogjuk újítani jövő őszig a két főzőkonyhát, egy modernizációs beruházást fogunk végrehajtani,
és mindenképp a rendeletnek megfelelően fogunk szolgáltatni, tehát abszolút az EMI rendeletet betartva, mindezt úgy, hogy a helyi vállalkozókkal is sem fogjuk elfelejteni. Körülbelül a beszerzéseinknek a 40%-át itt helyben szeretnénk megvalósítani. A cég ügyvezető helyettese azt is kiemelte, hogy a Prisma Food Kft. Szakemberei az ételek változatosságára is nagy figyelmet fordítanak majd a vásárhelyi menzákon. A két főzőkonyha felújításán túl az új szolgáltató megjelenése évi 40 millió forintos hasznot is hozhat a városnak. Márki-Zay Péter a szerződéskötés után arról is beszélt, hogy a jelenlegi munkavállalóknak sem kell aggódnia, a teljes személyzetet átveszi majd a Prisma Food. Munkáltató jogutódlással szeretnénk átadni minden dolgozót, a tovább foglalkoztatásukat fogjuk biztosítani, és akármikor is jár le, hiszen lehet, hogy több ciklusra is majd meghosszabbítjuk ezt a szerződést, természetesen ugyanilyen feltételekkel vissza is vesszük a dolgozókat, közben az új munkáltatónak a felelőssége, a kieső munkaerő portlása, új emberek fölvétele, vagy éppen szükséges esetben a cseréje a munkavállalóknak. De a meglévő állományt adjuk át, és majdan, ha szükséges, akkor egy meglévő állományt fogunk visszavenni. A polgármester kiemelte, hogy magas higiénés és ételminőséget várnak el a Prisma Food Kft. Munkatársaitól, akik így már csak nem 55 ezer emberre főznek naponta Hódmezővásárhelyen és 7 környékbeli településen. Minden várakozást felülmúlt az infláció októberben, 6,5%-kal emelkedtek az árak az előző év azonos időszakához képest, derül ki a KSH jelentéséből. Csak nem egy évtizede nem értek ilyen magas inflációt Magyarországon, mindössze egyszer 2012. szeptemberében volt ezt meghaladó, 6,6%-os a pénzromlás, írja a portfólió. 10 éve nem volt ilyen drága az élelmiszer a világban, mint most. Az ENSZ jelentése szerint egy év alatt 30%-kal lett drágább az élelmiszer, részben a gyorsan növekvő kereslet, részben pedig a gyenge termések miatt. Egyetlen hónap alatt, szeptembertől októberig, különösen a növényi olajok és a búza drágult. Árfelhajtó ereje van a nyersanyag és az energia drágulásának is. 12 hónap alatt több mint 30%-kal emelkedtek az üzemanyagárak, de például az étolaj 30, a burgonya 27, a margarin csak nem 20%-kal került többe, mint egy éve. Nehéz, szinte kilátástalan helyzetben van a Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete. A 2012 óta működő civil szervezetnél több mint 200 állatról gondoskodnak az önkéntesek. Havonta 180-200 ezer forintot költenek a náluk lévő kutyák, macskák és sünök etetésére, orvosi és alapellátására, valamint a kötelező oltásokra. Balog Ernő elnök híradónknak úgy nyilatkozott, hogy az állatok orvosi és gyógyszeres kezelési jelentős tételt felemésztenek a rendelkezésre álló keretből, úgy véli, minden tartalékukat felélhetik az év végéig, de szeretnék folytatni a közel egy évtizedes küldetésüket, ehhez azonban anyagi segítségre lenne szükségük. A Máté Tékvándó és Hápkido Egyesület egyik büszkesége a 12 éves sportoló László Alexa, akire a következő hetekben Zsinórban nagy megmérettetések várnak. A legfontosabb a november közepén esedékes Európa-bajnokság lesz, ahol a magyar válogatott tagjaként lép majd pástra a vásárhelyi lány. A felkészülés nehezíti, hogy hétköznapokon nem tud részt venni az itthoni edzéseken, ennek ellenére apait-anyait belead, hogy jól tudjon teljesíteni Portugáliában. Nem kisebb most a tét László Alexa életében, mint remekelni az Európa-bajnokságon. A vásárhelyi lányt tanulmányai a hétköznapokban a fővárosba szólítják, így mostanában csak ritkán adódik lehetősége mesterével együtt edzeni. Ezért a sportoló a hétvégi francia világranglistás versenyre gyakorló terepként tekint. Úgy gondolom, hogy a párizsi verseny segíteni fog, hiszen 2 éve nem igazán álltunk élő versenyen Páston, most októberben voltam Horvátországban, úgy gondolom, hogy az is egy segítő tényező volt, hiszen végre újra a bírók előtt állhattam, valamint Párizs is nagy segítség lesz, hogy visszanyerjem a versenytapasztalatomat, és akkor az EB-re remélhetőleg már nem fogok annyira izgulni a Páston. Alexa az EB-n a magyar válogatott tagjaként egyéniben forma gyakorlatok kategóriában mutatja meg tudását. Minden esélye megvan a sportolónak arra, hogy jól szerepeljen, hiszen ez tartja fő számának. Edzője
mégsem nyugodt. Nehéz most neki az edzéseket úgy összehozni, hogy itt a klubedzéseken is részt vegyen, illetve foglalkozzunk vele külön. De amikor itthon van, akkor mindig itt van edzéseken, igyekszik részt venni, illetve Budapesten is eljár egy klubba gyakorolni még pluszba, illetve válogatott edzéseken részt vesz mindig a hétvégenként. Ezzel próbáljuk őt minél jobban felkészíteni és előre tolni a versenyeken. Ha Alexa sikeresen veszi az akadályokat, utána sem pihenhet, hiszen november végén még az országos bajnokság is vár rá. Trianon tragédiája a tánc nyelvén elmesélve. A Duna Művész Együttes Gyertyaláng című produkcióját hozta el Hódmezővásárhelyre. Az érdeklődők gondolatban a Nagy Magyarország területeit járhatták be, felidézve az egyes tájegységekre jellemző népviseletet és mozgáskultúrát. Az elcsatolt részek okozta fájdalom ellenére az előadásnak mégis pozitív üzenete volt, hiszen múltunkat ismerve építhetünk csak jövőt. A magyar virtus is kiemelt szerepet kapott a Duna Művész Együttes Gyertyaláng című produkciójában. Pedig az 1957-ben alakult formáció nem riad vissza a súlyos történelmi témák feldolgozásától sem. Juhász Zsolt művészeti vezető ebben az előadásban Trianonnak állított emléket úgy, ahogyan azt csak a táncosok tudják. Az autentikus néptánc az egy vidám. Mindenkinek ugye ez van úgy berögzőve, de maga ezt a fájdalmat a tánc nyelvén úgy tudtuk megoldani, hogy bizonyos kortárs néptánc elemek is vegyültek az előadásba, és amikor az autentikus vonalak vannak, akkor megengedő egy pici felszabadultság, hiszen valahol volt örömforrás is, az egésznek a nehézségében, és amikor megtörténik az, hogy vége van egy adott tájegységnek a táncának, akkor rögtön átérezzük azt a fájdalmat, amikor elcsatolták a területet. Az egyes tájegységeket az adott népviseletbe öltözött párok is szimbolizálták, a földrajzi helyszínek változását pedig a színpadon elhelyezett fehér posztamensek folyamatos mozgatása segítette. A magyarság tudatot pedig a piros-zöld színek csak tovább fokozták. Soha nem úgy kezdünk neki egy darabnak, hogy rögtön elkezdünk táncolni, mert ugye ez a szakterületünk, az könnyebben veszünk, hanem megérteni ennek az egészet. Sokat olvastunk utána, voltak nekünk erről prezentációk, amiket tartottak szakemberek, tehát nyilván sok fiatal van, sok idősebb van, vegyes a korosztály, kit hogy érintett, van akinek a családját is érintette, úgyhogy igen sok felkészülést igényelt, hogy tényleg hitelesek legyünk a színpadon. A Trianonról szóló táncelőadás nem véletlenül kapta a Gyertyaláng címet, hiszen a fájdalom ellenére optimizmust igyekszik sugározni, hiszen fontos ismerni gyökereinket ahhoz, hogy egy jobb jövőt építhessünk, vallják a produkció résztvevői. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, szerdán 17 óra 30 perckor jelentkezünk legközelebb friss információkkal. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!